Lemondott Novák Katalin, majd Varga Judit is tegnap este. Múlt pénteken jelent meg az első cikk arról, hogy a köztársasági elnök kegyelmet adott a Bicskei Gyermekotthon pedofil igazgatóját fedező K. Andrének. Majd 8 nap alatt onnan, hogy a kormány napokig hallgatott, a kormánymédia mentegette a férfit, Kocsis Máté és a Megafon baloldalra mutogatott, az államfő tanácsadói testületéből többen kiszálltak, Orbán pedig eltolta magától a felelősséget, eljutott a történet Novák Katalin bejelentéséhez. Államfőként ma utoljára szólok önökhöz. Lemondok a köztársasági elnöki tisztségről. Bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottam, és minden olyan áldozattól, aki úgy érezhette, nem állok ki mellette. Ezután a kegyelmi kérelmet felterjesztő és aláíró Varga Judit is bejelentette a visszavonulását. Az elnök döntésének ellenjegyzéséért a politikai felelősséget vállalom. Visszavonulok a közélettől, lemondok országgyűlési képviselői mandátumomról és az EP lista vezetéséről is. Ne csak itt nézd a híreket, olvasd őket a Telexen.